Sziasztok! Sziasztok! Na. Ez nem zene. Hát és, nem. És, és, és nem is film kibeszélő. látom. ]ő. Hoztam nektek tartalmat, meg neked is, de ezt még nem láttad. Ez nem. Srácok, itt valami nagyon furcsa dolog fog történni. Ez egy nagyon tömény cucc. Tehát ez uh -huh. nagyon, nagyon kemény. Uh -huh. ez, ez kicsit több, mint egy órányi tompa agyhalál. Tehát, hogy ez, ez, így, ez így, kellőképpen így, így lehúz téged. De jó. Köszi. Köszi. <laughs> Először is ajánlom, hogy jó. nézzétek meg. Ott van a leírásban a, ennek a csodálatos kontentnek a linkje. És akkor hát felvezetem neked. Ugye látjátok, a támnél ott van az Aria, és az Aria a sátán. Te nem látod a támnélt. Nem. Mert ott van az Aria, és ott van ez a tag, és akkor odaírtam azt, hogy az Aria a sátán. Elmondom, hogy hogy... Jó. Nem? Egy mondom, hogy a kettőt hogy fogom összekötni, ugyanis, ugyanis most uh, róla fog beszélni. Pont oda tettem egyébként a, a, az időzítést, amikor róla beszél, de Aha. egyébként a videó több pontján beszél a, az aria jelenségről, de nagyon uh -huh. érdekes kontextusba. De nem csak erről uh -huh. szeretnék beszélni, hanem erről az egész, egész dologról, ami itt zajlik. Na, én meg közben jegyzeteltem, mert ezt én végighallgatom ezt a videót, hogy uh -huh. kicsit képbe legyél, hogy miről van szó. Ő tag ő Szedlacsik Miklós. Ugyan. A titulusa következő: Boldogság-specialista, mester, coach. Még egyszer. Tehát, hogy így. Boldogság-specialista, mester, coach. Ő, ő ez. Értel. Tehát, hogy ő a mester. Ennek az egy a boldogság-specialista, mester. Aha. Nem tudom, hogy ezt hol lehet tanulni. Fogalmas nincs, hogy, Aha. hogy ha ő a mester, akkor mi lett a tanítvány. De mindegy. A lényeg az, hogy én nem akarom bántani a tagot. most tudtam, hogy van ilyen egyébként. És szerintem senki nem tudta. Csak ő. Na, mindegy. Ö, így felvázolom, hogy mire lehet számítani. Jó. Nagyon sok mindenről van szó ebben a videóban, és így kiegyzeteltem magamnak azokat, amik így megütötték a fülemet. Oké. Okay. Az alapfelvetés, hogy az ő univerzumában léteznek törpék, vagy léteztek, meg óriások az első levegővételnél jut bele az emberbe a lélek. Tehát amikor megszületik. Az újszülő, hogy cse ahogy felsír, értem, értem, úgy belekerül a lélek. Nem, nem értek egyet, de értem. Itt még azt mondanom, hogy nem nagyon, tehát itt még azt mondanom, hogy annyira nem érzékelem az infantilizmusnak a jeleit. Furcsa meglátása a dolgoknak, de Engem az óriások kicsit, meg a törpék kicsit jobban aggasztanak, mint a Jó, mint de ebbe van számítjuk a lé... Jó, lehet. értem, értem. Tehát minden felnőttben él egy gyermek, lehet, hogy még mindig hisz a törpékben. De ő, tehát... ő, ő, egy könyvet szeretne írni? Tehát ez annak az alapja? vagy ez most Nem, nem, nem. Ő ezt a dolgot űzi, mint kócs, és ezeket a dolgokat elmondja. és ja, te, te, ezt halál komolyan gondolja. És ettől te boldog leszel, mert hogy boldogság a De hogy ő, ő, komolyan gondolja, hogy voltak óriások, meg törpék? Nem, nem tudom. Én végighallgattam ezt a videót, és vártam a plot twistet a végén, hogy az egész csak egy irónia, és nem. Tehát, hogy én szerintem ez komoly. Ez egy komoly dolog. Na, aztán. Lehet fokozni? Vannak a humanoid emlősök, azaz az emberek, ez a megfogalom, humanoid emlősök, meg a hüllők. Na, de váljál, a hüllőknek is van két csoportja. Kettő. Vannak az értelmes és a nem értelmes hüllők. Az értelmes hüllők azért teremtették meg, a nem értelmes hüllőket, hogy azokkal táplálkozzanak, ugyanis az a logika benne, hogy amit te vagy, azzal táplálkozol, hisz abból épülsz fel, amivel táplálkozol. Tehát az vagy, amit megeszel. Tehát, hogy ja, És e akkor az emberek is embereket esznek? Felvetett, tehát a felvetette a kanibalizmus logikai szinten hely, helyt is állna egyébként a dolog, de ezt elvetette. Ez csak a hüllőknél van így. Értem. A humanoid emlősöknél nem. Aztán mit írtam ide még föl? A hüllők teremtették az embereket, aztán háborúztak, de lejöttek az istenek, és ők rendet tettek. Az, hogy hogy, azt nem tudom, ez nekem homályos volt ez az egész dolog. A 13. században galaxis mértékű háború zajlott a hüllők és az emberek közt. Elméletileg az emberek győztek, és a hüllők. Most lent vannak a föld alatt, akik melegítik a földet. Tehát, hogy a föld azért meleg, mert, ők a, mert a hüllők lent a földben melegítik a Földet. És ebből következik egyébként a globális felmelegedés, amivel talán ki tudják kirtani az emberiséget. Ezt így nem mondja ki, de utal rá. Édes jó Isten. Ez most komoly? De igen, csak, tehát, hogy, hogy, amit most hallani fogsz ebben az öt percben, amit Ezt neked, ő tehát, hogy tud... Túl... komolyan mondja? Nem mondta a végén az, hogy csak viccelek, srácok. Ilyet nem mondott. Okay. Én, vártam, én, vártam, hogy valami van, hogy azt mondja, hogy egyébként, srácok, ne haragudjatok, az egész egy kurva nagy izé volt. nem, de azt tehát, hogy a tehát, okay. hozzá a közönség. Tehát, és hogy... És akkor hogyan jön ide az és a sátán? Mindjárt. Ö, <laughs> hozzáteszem, azt mondja, hogy ő ő egy olyan személy, aki ezen információkat átadva nekünk, Igen. Ö, fejleszti ami, hogy mondjam, ami tudatunkat, és ha ő nem lenne, és nem adná ezt, át ezt a tudást, akkor az ember képtelen lenne a fejlődésre. Amit most hallottál, mondom, a törpékkel, az óriásokkal, a hüllőkkel, a 13. században lévő galaktikus ö, emberek és hüllők közti háborútól kezdve, a, minden, tehát ha ez, ez az információ nem lenne, akkor igazából az emberiség nem jutna egyről a kettőre. Ezt is elmondja. Bocsánat, nem akarok a szabadba vágni, de ő azt mondta, hogy egy boldogság specialista. Ennek az egésznek az óriások, törpék, hüllők, humanoid emlősök, vagy mi, Ezeknek mi közük van a boldogsághoz? Hát valami, tehát az, hogyha, mint hogy minden szekta működik, hogyha ezen információt csokrot te beintegrálod magadba, akkor megnyílnak a végtelen perspektíváid, uh -huh. és akkor teljesen objektíven látod a világegyetemnek a működését, és ez boldogságot és örömöt okoz. Végtelen boldogságot és végtelen ödeiget az összes ilyen jellegű szektársadás, meg nagyon sok vallás is erről szól. Értem. Úgyhogy, ja, öm, jó. művészi szempontból az a hozzáállása a művészek. De, tehát, srácok, nézzétek végig a videót, mert, mert mondom, csak egy 3 négy percet fogunk ebből az egészből kibeszélni. Hála jó Istennek, hogy a csak művé... annyit tehát A művészekhez való hozzáállása az az, hogy kettészedi a szót, hogy művész. Tehát, hogy a művész az egy rossz ember, aki egyébként, aki egyébként drogos, alkoholista legtöbb esetben, és a legnagyobb fényvesztés a világon az, hogy a művészeket kitermeli az emberiség, uh -huh. ahogy Alanyunkat és ariát. Ja, akkor elindítom Aha. ezt a videót. Jó. És bocs, előre is. <laughs> <laughs> akkor megint meg tudta tölteni a stadiont. De nem egymás után. Érted? És most van egy, van egy srác, akit úgy hívnak, hogy Azalia, igen. Azalia. Igen, csak megnéztétek a Sportcsarnok Béli koncertjét, ami 2023. március 10-én volt. Én nem néztem meg, föl a neten. Csak kíváncsi voltam erre a srácra, és először megnéztem neki klipjait, utána megnéztem, mondom, valahogy elém került, elém rakták, magát, ezt így húzzuk elép. magát a, a sportcsarnokot, mert az, az a tavasz volt, tehát az a legfrissebb ilyen nagy rendezvény. Na most, ami nem tűnt föl eddig a, hogy hívják a klipjeibe, hogy milyen a felirata, tudjátok milyen a felirata, a neve, a logója, Vörös vércsurgás az azaria felirat. Vörös vércsurgás fekete alapon. Fekete alapon. És tudod, kik táncoltak? Táncosok. Az egyik számnál a sportcsarnokban? Vörös ruhában emberek beburkolva. Uh -huh. Úgy néztek ki, mint az ördögök, csak épp szarvuk nem volt. Ért Tehát a gyerek és a háttér támogatása az olyan alvilági támogatottság, mint a húzat. Alvilág. És megnéztem a közönséget is, mert ugye sokat adták be a közönséget. A, a háromnevde vagy a kétharmada fiatal csaj. Mi más lenne? Hát egész fiatal csaj. Érted? Akkor mondom tovább. Az, az egész két társaság, két. aki ott volt a sportcsarnokban, az mind nagyon fiatal. Tehát ilyen 10 vagy 20 évek elején lévő emberek. Na most most sokkal kevesebb a fiatal Magyarországon, mint valaha. Ezek a 10-20 évesek sokkal kevesebben vannak, mint valaha. De soha nem volt ilyen. Hogy fiatalokkal megtöltenek két-három stadionnyi embert, érted? száz 120 ezer embert. Ezt tudod mit jelent? Bocs, hogy ezt mondom, kurva gáz. Oké? Okay. Tudod miért? Nem. Miért? Mert ördögi az egész. Tehát a csávó fekete ruhába, Totál fekete ruhában. Nyomta végig azt a másfél-két órát. A csáv. És, és fiatalokkal, és a hülye szülők finanszírozzák. Érted? Elmebetegek. <laughs> Tehát, hogy... Tehát, tehát hogy, hogy a törpék óriások, hüllők harca a 13. században, meg a, a föld alatt lévő hüllők, akik a globális felmelegedést okozzák, az a, a, az, a, az a jellegű narratíva, az nem árulkodik elmebetegségről, de hogyha elviszed a gyereket azaria koncertre, akkor, akkor elmebeteg, elmebeteg vagy. vagy. De, hogy, hogy, úristen, jó, tehát eleve a felszínesség ne továbbja, hogy, hogy ilyenekről vonunk le következtetéseket, hogy, hogy, a csorgó véra felirat fekete a háttér, fekete ruhában volt az előadó. A menedzsment a sok. A, a menedzsment az Érted, tehát, hogy, hogy, A ezek... menedzsment a gonosz. É... Nyilván. Érted? A menedzsment. de tehát, hogy, hogy, hogy tehát, ezek alapján, amiket ő elmondott, uh, is sok emberre lehetne uh, rásütni azt, hogy ő maga a gonosz meg azokat az embereket, például nem tudom mennyit tetováláson az arcán, azokra mit mondasz? várj, Várj, várj. ő rá is süti. Rá, te azt mondod, hogy rá süthetné, de az a baj, hogy, te, jó, hogy ő rá is süti. Jó. A másik meg a, a, a fiatalok voltak a koncerten. Miért? 50-es -50 vagy középkorú fasziknak kellett volna otthon volni az Azária ott. koncerten, de hogy abból kellene állnia a 90 ának szerinte vagy mi? Tehát hogy nyilvánvalóan egy fiatal srácnak a koncertjére a tinik fognak elmenni. Hát ez aztán jó hatalmas rész. döbbenet. Igen, tehát, hogy jó de itt rész, nem ez a lényeg. Az a baj, hogy te ne a, ne a racionalitás el próbáld ezt megközelíteni. Itt az a, itt az a lényeg, hogy Azaria az, az, ördögnek a szócsöve. Érted? Tehát, De hogy mi Azaria nem érjé egy. Nincs olyan a szövegeiben sem semmi, ami, ami erre utalna. Tehát, hogy ezt Tudtam, az... hogy nem kellett volna megnézni. Na, a lényeg az, elmondom, felvázolom. Tehát, Jó. hogy, ro... tehát hogy nem rossz bírom. oldalra az egészet. Azaria nem egy autonóm zenész, aki a saját tehetsége Igen. által írt zenéivel, produktumával szólítja meg a, a fiatal közönséget, hanem ő szerinte a zenének van egy frekvenciája. Elmondja a videóban, srácok, tehát nézzétek meg, tehát ezt nem én jegyzeteltem. Tehát van egy frekvenciája a zenének, Igen. amit lehúztak, tehát, hogy nem tudom. Hogy, hogy lehúztak? hát, hogy, hogy lejevitték, nem tudom, a, a frekvenciáját. Nem magyarázza el, hogy hogy, de ha leviszik a frekvenciáját, akkor sokkal jobban hat a tudatalattira. És mivel az a zenéjén bot egyszerű, ezért nagyon könnyen hat a tudat alatt idra, és ezért sokkal tudja befolyásolni a fiatalságot. De várjatok! Azt is mondja a videó, hogy van egy nagyon furcsa, egy nagyon érdekes jelenség, ami bizonyítja egyébként ezt a teóriát, csak hallgass meg az Aria zenéjét, nem fülhallgatóval. Nem érted, hogy miről énekel. De ahogy beteszed a fülhallgatót, érted, hogy miről énekel az Aria, mert direkt úgy van megcsinálva a zene, hogy így ne hallja, csak akkor tudja jól átmosni az agyadat, hogyha bedugod a fülhallgatót a, a füledbe, mert kíváncsi vagy arra, hogy mit énekel, mit mond neked az előadó. Értem. Ezért be kell dugnod, mert akkor hat. Érted? Uh -huh. Ilyenekkel szórja szét gyakorlatilag ezt a videót, ilyen hülyeségekkel és erre van közönség. Érjük, ez azért döbbenet, hogy ez tényleg. Uh erre valaki vevő, bár jó, nagy az Isten állatkertje, és hát alacsony a kerítés, de mindenki megtalálja magáét nyilván, de hogy tényleg, tényleg az a döbbenet, hogy erre valaki tényleg vevő, és ezt, ezt valaki tényleg komolyan veszéssel hiszi, hát az én Nekem az a durva, hogy 2023-at írunk, és még mindig itt tartunk. Tehát, hogy az ilyen sarlatánok, az ilyen, az ilyen mindenféle ilyen ilyen hogy mondjam ezeket, nem is tudom, hogy nevezni, ilyen, akik összetákolnak mindenféle ilyen információból, ami mesékből olyan teóriákat, amik, nincsen, nem találsz koherenciát, nincs egy, nincs, egy, nincs egy, egész sztori, hanem csapunk folyamatosan, és olyan, mintha így eldönteni, hogy most ebbe a hülyeségbe hiszek, abban nem, az egyébként a gonosz, az nem a gonosz, amit én hiszek, abban a kis szűk burokban minden a valóság és az objektivitás, azon kívül az azarja az ördög, uh -huh. és ez egy ilyen önkényesen felépített világnézet, ami gyakorlatilag úgy legózol össze, ahogy te gondolod. De olyan irracionális dolgokból legózod össze, hogy én, mint néző, is legalább 50 dologból négy van a nagyszámok törvény alapján, amire azt mondom, hogy én felállok és nem fogom tovább ezt hallgatni. Igen. Nem, hogy komolyan vegyem mind az ötvenet. Megdöbbentő. Jaj Istenem. Nagyon kemény srác. Tehát ajánlom, hogy nem ajánlom, hogy nézzétek, de, de Igen, nem én tudom. Annyira köszönöm, egyszerre... hogy ezt megmutattad, nem tudom, hogy mi lett volna velem. Egyszerre, egyszerre, ajánlom, és egyszerre nem ajánlom, de, de nagyon, tehát srácok, ez nagyon tömény és nagyon zsibbasztó. Tehát, hogy ez valóban, ez azért... Fú! Köszi. Mit szóltok, ha most elköszönünk? Sziasztok! Sziasztok!